Bridget Wellinger, Eve Tellett, 24 karácsonyi mese, 19. fejezet, a csillagfa. Amikor Vilma és Willy másnap este felébredtek, Mózes apó barlangjában egyetlen csillagot és a holdat sem látták az égen. Vastag felhőréteg borította az eget. Nos, kicsit melegszik az idő. Ez azt jelenti, hogy megint havazni fog, jelentette ki Mózes apó. Hol szeretnétek megenni a vacs reggelit? Kint vagy bent? Hát persze, hogy nem bent, kiáltotta a két gyerek szinte egyszerre. Üljünk ki a tűz mellé. Rendben, de akkor kérlek segítsetek kivinni az elemózsiát az életfámhoz, mosolygott Mózes apó. Először is öltözzetek fel. Az alatt én megrakom a tüzet. Ma este ugyanis újabb látogatóink érkeznek. Vilma és Willy megmosdott a konyhában, ahol Mózes apó már előkészítette a meleg vizet, aztán rengeteg meleg ruhát vettek fel, mert tudták, hogy odakint csípős lesz a téli éjszaka. Hosszú alsónadrágot vettek, mellényt és vastag zoknit, amit puha kecskeszörből kötött az édesanyjuk, erre meg bélelt kabátot, és nehéz nemes csizmát, meg persze kesztyűt is. Végül felvették fejükre a hegyes kalapjukat, amit a születésükkor kaptak, és együtt nőtt velük. A manók ezt csak lefekvéskor veszik le. Elindultak kifelé a nehéz elemózsiás kosárral, mert Mestiről hallották, hogy többen ülnek a tűz körül, mélyen zengett a nagyapjuk hangja, és egy magasabb női hang néha közbeszólt. Vajon az édesanyjuk jött el látogatóba? Nem. Nim nem, Nomi, köszöntötte őket egy idősebb Manó néni, és elvette tőlük a kosarat. Szina vagyok, Szinói kertestvére. A folyó túlpartjáról érkeztem. Azt hallottam, hogy ti nagyon szép meséket tudtok. Azért jöttem, hogy elmeséljem nektek az én mesémet. Nim nem, Nomi, Szina, köszöntötte Vilma. Nagyon örülök, hogy te is. Jaj, ne, segítség, sikított fel hirtelen a Manó lány, és lelapult a hóba. Egy nagy szürke árnyék szállt el fölötte, olyan közel, hogy a sapkája bojtját sugralta. Hú, sajnálom, húhogta a bagoly bocsánat kérően, és leszállt mellé. Nem akartalak felborítani. Mózes apó talpra segítette a reszkető Vilmát, a karjába szorította, és azt mondta. Bemutatlak benneteket egymásnak. Vilma, ő a szomszédunk Elza. Itt lakik felettünk a fán, és napok óta hallgatja a történeteinket. Meghívtam, hogy csatlakozzon hozzánk. Nim nem, Nomi, köszöntötték illedelmesen a manó gyerekek. Kicsit megnyugodtak, úgyhogy most már mindenki kényelmesen elhelyezkedett a tábortűz és a gőzölgő kívánságpuncsos üst körül. Mózes apó néhány párnát is hozott. Olyan puhák és melegek voltak, hogy senki sem felszatott meg, ha leült rájuk a földre. Willy oda telepedett Elza mellé, és csak nézte, csillogott a szeme az izgalomtól. Alig pár napja, hogy ezt kívánta, bárcsak összebarátkozna egy fúkával vagy egy bagolyjal, és tessék, már is itt ült mellette. Vajon megengednie egyszer, hogy felüljön a hátára? Szina finoman belefújt a kívánságpuncsba, finom fehér gőzoszlopok emelkedtek fel a csészéből, és szálltak fel a fák fölé az égre. Hogy megnőtt a tölgyfád? Milyen erős lett? Mondta Mózes apónak. Igen, épp olyan nagy és erős, mint én, mosolygott a Manu. Csak sajnos ugyanolyan öreg is, éppen 400 esztendős. Az én bükkfám 380 éves, mondta Szina, de még mindig jó erőben van. Nektek milyen életfátok van, gyerekek? Nekem tölgy, akárcsak nagyapának, büszkélkedett Willy. Az enyém hásfa, mondta Vilma. És ha az egyik manóbabánk szintén lány lesz, akkor neki is hásfája lesz. Remélem, hogy a mamánk jól van. Kívánok neki is gyorsan valami szépet. Sajnos ma nem láthatod meg az új csillagodat, emlékeztette Willy a felhőségre. Annyi baj legyen, mondta az öreg Szina néni. Hoztam nektek egy ajándékot, amit az ilyen helyzetekre szántam. Tette hozzá rejtélyesen, azzal a batyujába nyúlt, sokáig kotorászott, majd elővette egy marék sárga és fényes papírcsillagot. Kívánság csillagok, kiáltott fel boldogan Mózes apó. Ez nekem miért nem jutott eszembe? Nem baj, legalább én nem felejtettem el, nevetett Szina néni,
és mindenkinek adott egy csillagot. Amikor én meg Mózes gyerekek voltunk, minden télen készítettünk kívánságcsillagokat, nem csak magunknak, de a barátainknak is. Ezekre írtuk fel azt, amire a szívünk vágyott, és utána felaggattuk a fákra, hogy az angyalok is lássák, mit szeretnénk. És nyaranta kívánságszíveket készítettünk, idézte fel Mózes apó, és rákacsintott Szína nénire. De kár, hogy én még nem tudok írni, szomorodott Ávilma. Szína egy szénceruzát vett elő. Nem számít, mondta, rajzolni is lehet. Vagy ha úgy tartja kedved, akkor egyszerűen csak csukd be a szemed, és képzelj rá a csillagra egy láthatatlan kívánságot. Ez fantasztikus, lelkendezett Vili. És hogy tesszük fel a fákra a csillagainkat? Csak mászatok a hátamra, javasolta Elza, és kapaszkodjatok erősen. Igen, kiáltotta Vili, és örömében Elza nyakába ugrott. A manó fiú megvárta, amíg a húga két vicces és édes kis manóbabát rajzol a csillagokra, aztán ő maga is így tett. Ahogy befejezte, felmászott Elza hátára, és felrepültek fel egészen a fák tetejéig. Vili olyan büszkén és magabiztosan ült a bagoly háton, mintha egész életében így közlekedett volna.